A filmkészítés egyik legizgalmasabb területére tévedtünk. Most megtudhatjátok, milyen hatásokat érhettek el különböző kameraállásokkal. Tartsatok velünk! Sziasztok, bróderek! Jó, oké, bocsi. Ismét hátul. A mai témánk a gépállások, amik a történetmesélést segítik, ha jól használjátok őket. Ezek a nézőkre is hatással vannak, még ha nem is mindig veszik észre. Persze mindez nem elég. A színezés, a vágás és a zene együttesen érik el az adott hatást. Most nézzük, milyen gépállásokból választhattok. Gépállások. Na, itt vagyok én is, meg Tibi is, szóval kezdjük. Annak, hogy a kamerádat a szereplő szemmagasságába az alá vagy fölé teszed, óriási jelentősége van. Ennek megfelelően 6 gépállást különböztetünk meg. Béka perspektíva, alsó vagy mély gépállás, normál, felső vagy magas gépállás, madártávlat és szubjektív. Tehát forgatás előtt mindig gondold át a videódat snitről snitre és tervezd meg a kamera helyét a témához képest. Ha így teszel, az utómunka során sokkal könnyebb dolgod lesz, ha szeretnél egy hangulatot felerősíteni vagy kiemelni. Gyere Tibi, mutassuk meg! Béka perspektíva. Mire van szükséged hozzá? Egy hason csúszó Tibire. Nem, csak szivatlakna. Gyakorlatilag a kamerán kívül szinte semmire. A béka perspektíva esetében, ha a kamera szinte a földön van és az ég felé néz, az adott téma erősnek, monumentálisnak, akár nyomasztónak hathat. Ha az objektív a talajjal szinte párhuzamos, a kamera megbújik a földön, akkor az adott snit a szereplőhöz képest az eltörpülés, a távolról titokban megfigyelés érzetét nyújthatja a néző számára. Vlogoláshoz ezt azonban ne használd. Alsó vagy mély gépállás. Ehhez elég egy egyszerű kameraállvány, vagy szék. Hogyan csináld? Ha a szereplőt filmezed, helyezd a kamerát az ő szemmagassága alá. Ha tájat, tárgyat vagy épületet videózol, akkor a kamera lencséjét emeld a vízszintesnél magasabbra, magyarán döntsd hátra a gépet. Használd akkor, ha a szereplőt hősiesnek, méltóságteljesnek vagy dominánsnak szeretnéd mutatni, de akkor is használj alsó gépállást, ha fenyegető vagy szorongást keltő hatást szeretnél elérni. Vlogolásra ez sem. Normál gépállás. Ez az! Végre felegyenesedhetsz! Darwinnak lesz igaza, nézzétek csak meg! Hát nem maradj! Ehhez a gépálláshoz is elegendő csupán egy tripod vagy monopod, de használhatsz steadyt, riget vagy szem elé tartott kamerát is. Ezzel a gépállással azt tudod elérni, hogy a néző egyenrangúnak érezze magát a szereplővel. Ezáltal a szereplőt érő hatásokat ő is könnyebben átéli, azonosul velük. Hogy ezt elérd, helyezd a kamerát a szereplő szemmagasságába, és ennyi! És igen, vloggerek figyelem, alapvetően ezt kell vlogoláshoz használni. Felső gépállás. Az előzőek után valószínűleg már kitaláltad, hogy ennél a gépállásnál a kamerádat a szereplő szemmagassága fölé kell helyezned. Erre tökéletes lehet egy kameraállvány, vagy magasra tartott kéz. Na de hogy miért szenvedj ezzel? Azért, mert ebből a nézetből a szereplőt kicsinek, eltörpülőnek, magányosnak, elnyomottnak mutatható. Ő a kicsi, a néző és a környezet pedig fölé magasodik. Vlogolásra ez sem jó. Madártávlat. Jaj, ez nagyon jó gépállás. Hogy madártávlatból filmezz, szükséged van egy, a témádnál magasabb helyre. Ez lehet daru, vagy akár drón,
esetünkben egy vasúti gyalogos felüljáró. Állítsd a kamerát úgy, hogy a szereplő fejmagassága felett legyen. Ezzel a gépállással a néződet egyszerűen kiemeled a filmet környezetéből, külső megfigyelőként nézheti a jelenetet, bemutathatod a helyszínt, vagy akár azt is érzékeltetheted, hogy a szereplőd a környezetéhez képest jelentéktelen, egyedül van és magára maradt. Ha nem akarod, hogy a nézőid így tekintsenek rád, ezt se használd vlogolásra. Szubjektív. Na ez pontosan azt a hatást váltja ki, amit a szó jelent. Ezzel a kameraállással konkrétan a szereplőt bőrébe bújtathatod a nézőt, aki így pontosan azt látja majd, mint amit a szereplő. Ehhez ugyancsak elég egy állvány, szem elé szorított kamera, esetleg mell vagy fejheveder. És föl kéne menned, ha elég, majd ezt megoldjuk, hogy te bakot tartok neked, aztán elkapod az alsóágát, fölhúzod magad, meg mit tudom én, de, meg fogod tudni csinálni, figyelj, erős vagy, könnyű vagy, én földoblak, ezt fölviszed szépen magaddal, ott magad fölállítod meg, de igen, ez könnyű lesz. Fejeden. És mit tudom én, úgy, ott látod ott azt a V betűt? Na odáig kéne, oda becsücsülsz. Vlogolásnál mértékkel használandó. Ha tetszett a videó, kedveljétek és osszátok meg, ebből tudni fogjuk, hogy érdekel a téma, és érdemes vele tovább foglalkozni. Hogy szokták fiúk? Addig is, velünk tartás, videónézés, kommentelés, kérdezés, válaszolás, ha nem, akkor is. Sziasztok! Na, megyek!